Ez a kívánságszolgálat, a heti tévé kívánságműsora. Jó napot kívánok mindenkinek! Egy tartalmas fél órát ígérhetek, ha tehetik, tartsanak velünk. Keressenek bennünket a legnagyobb közösségi portálon, vagy akár SMS-ben is. Ezeket az elérhetőségeket a képernyő alján olvashatják is. Mára is hoztam egy napi gondolatot, mely Bodor Pál erdélyi magyar költő, író és újságíró tollából származik, és így szól. Sorsából nem vándorolhat ki az ember. Elgondolkodtató sor minden esetre, és természetesen ma is lesz beszélgetés. Videóhívás segítségével kapcsolódik be Grinovic Anikó énekes, és természetesen ma is az önök üzenetei kapják a főszerepet. Ezek közül nézzük is az elsőt. Pál Gézáné Révkomáromban a saját kedvére kérte a következő dalt, nagy szeretettel küldjük. Peller Károly énekel, a dal címe Darumadár fenn az égen. Darumadár fenn az égen, hazafelé száldogál. Vándorbottal a kezében, cigány legény meg-megáll. Repülj, madár, ha lehet, vidd el ezt a levelet. Mondd meg az én kalambomnak, ne sírasson, felejtsen el engemet. Még egyszer hamarjában veled együtt lehetnék. Viola szinnyó szójádon oldaladhoz simulnék. Szívemet a szívedre, gyenge legény. Folytassuk a mai naphoz köthető évfordulókkal. 115 éve született Viktor Vasarely, magyar-francia festőművész, az Opárt atya. 88 éve látott napvilágot Jean-Paul Belmondo, francia színész, a profi, hogy egy címet kiemeljek a munkásságából, de természetesen még hosszasan lehetne szemezgetni, sorolni a címeket. Nem sokára Grinovic Anikóval beszélgetek majd, de előtte álljon itt egy üzenet. Óvári Sándorné édesanyját, Molnár Gáborné Katalint köszönti 57. születésnapja alkalmából az egész család nevében, Szolnokon. Nagyon sok boldogságot és jó egészséget kíván. A jó kívánságokhoz természetesen mi is csatlakozunk. A Mama című dalt hallgatjuk meg Grinovic Anikó előadásában. A kéz, mit ma is látok, ahogy hűti homlokom, gyengébb tán, de most is biztos oltalom. Szavait is hallom, ahogy megvigasztaltál, fakultán a hangod, de így is szíven talál. Most folytogat a félelem, hogy másként
lehet, egyszer asztalunknál üres lesz. Sose jut az vissza, amit értem vállaltál. Mégis, hogyha kérném, ma is helyembe adnád. Most folytogat a félelem, hogy másképp is lehet. Egyszer asztalunknál üres lesz. Ez a bölcs mosoly kísérje minél tovább. Jöjj még százszor, tudom, még napsugár ragyog. Addig szólj rám, hisz gyermek is, csak addig vagyok. Súg meg kérlek, múltam titkát, ahányszor csak tudod, amíg a föld. Ahogyan a műsor elején ígértem önöknek, Grinovics Anikó videóhívás segítségével itt van velünk. Szervusz, nagyon sok szeretettel köszöntelek, és mindenek előtt egy valós tartalmú hogy vagy kérdést intéznék feléd is. Én is üdvözlök mindenkit, és téged is üdvözöllek. Köszönöm szépen, jól vagyok, éppen itthon a szabadságomat töltöm, ilyen kis kényszer szabadság a vírushelyzetre kialakulva. De akár még ezt is lehet kamatoztatni, azért te folyamatosan a színpad körül serénket, otthonosan mozogsz, készülsz. Én nem hinném, hogy ez túl nagy kidobott idő lenne akár. Nem unatkozom, sőt, nekem ez picit az egyik munkám révére rábeszélek meg, mert nekem ez jól jött, igen. Tehát én ezt most szeretem. Az előbb hallottuk tőled a Mama című dalt. Egy picit magyarázzuk meg a dalválasztás. Általánosságban is beszélhetünk, hogy mi kell ahhoz, milyen tulajdonságokkal rendelkezzen egy-egy szerzemény, hogy te azt a repertoárodba felvedd és szívvel, lélekkel elénekeld. Ha egy dalt meghallok, és megfog valamilyen oldalról, valamilyen szinten a lelkemben a szövege, a dallama, akkor én azt tudom már előre az első hallgatásnál, hogy el szeretném énekelni. És én ezt az anyukámnak, anyák napjára énekeltem el ezt a dalt, úgy gondoltam, hogy nagyon-nagyon ráillik és rám illik a mi kapcsolatunkra ez a dal, és ezért választottam. Megfordítva egyébként a kérdést, van olyan dal, amit nem énekelsz el? Akár megkeres egy szövegíró, zeneszerző, és azt mondod, hogy mondjuk ez nem a te stílusod, vagy nem tudod teljes lélekkel átadva a nézőknek előadni.
Van. Nagyon sokan megkeresnek, hogy hú, Anikó, hallottunk egy dalt, és énekeld el, mert szerintünk pont rád illik a hangodra, és valamiért nem tudom beleélni magam, nem tudom elénekelni. Volt ilyen több is, és azt ne kínozzuk. Tehát az nem lesz jó. Egyébként mivel telnek most a mindennapok? Tudjuk, hogy van egy civil foglalkozásod, erről még korábban beszélgettünk, de te mindig a színpad körül mozogsz. Akár megkérdezhetném azt is, hogy mennyire hiányzik most a színpad és a néző közvetlen szeretete? Nagyon hiányzik, és egyre nehezebben viseljük. Egyre nehezebb a helyzet, egyre keményebb. Én úgy érzem, hogy a nézők is elveszítik a türelmüket, és mi előadók is egyre türelmetlenebbek vagyunk, de azt hiszem, hogy maga a zene szeretete ezzel jár. Tehát éltünk egy olyan életet, hogy közvetlen kapcsolatban voltunk a rajongóinkkal, a nézőinkkel, és az a szeretet, az nagyon hiányzik. Azért interneten tartjuk a kapcsolatot, de az azért nem olyan, mint egy személyes találkozás. Ugye azért annyiban szerencsés helyzetben vagy, hogy mégis egyfajta módon találkozhatsz a közönséggel, hiszen a Bakelit Fesztivál oszlopos tagja vagy, ott is kiveszed a részed a munkából 100%-ig. Erről egy picit mesélj nekünk, hogy ott most mi a helyzet. Mi azért hátul azért a színfalak mögött dolgozunk. Ugye Radics Márk nevét is említsük meg, így van. Ferenc Jánossal, Csivel és Farkas József menedzserünkkel, tehát mi azért az új részeket gyártunk. Folyamatosan megy a tévében most is a Bakelit Fesztivál, és azt veszem észre, hogy a nézők igénylik, és szeretik, igen, és kedvelik, és egyre több rajongónk van, egyre több nézőnk van. Tehát úgy érezzük, hogy ezt nem is szabad félrerakni, mert igénylik, és szeretnek minket. Egyébként ez a mostani időszak lehetőséget ad arra, hogy újabb dalokat tanuljál, és akár egy kicsit merészebben a saját határaidat feszegetve? Igen, tehát most, hogy nincsen fellépés, tehát nyilván azt az időszakot, amit nem fellépéssel töltök, azt is a zenével töltöm ki. Itthon tanulgatok, új dolgokkal készülök, lesznek meglepetések. Nagyon kíváncsiak leszünk, és majd reméljük, hogy tudjuk folytatni ezt a beszélgetést itt a stúdióban is. Van még egy felvételünk, a Csak azért szeretem, ezt azért két gondolattal vezessük fel. Ezt a dalt is magáért azért, mert úgy gondolom, hogy annyira szép a dallama, és szép a szövege, és szeretem énekelni, és szeretem ezt a dalt. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, és a legfontosabb, vigyázz magadra. Köszönöm szépen, szervusz! Nagyon szépen köszönöm, viszontlátásra, viszonthallásra! Szervusz, mi pedig Grinovics Anikóval folytatjuk is. Körbe-körbe járok, ami felvidít, ami felhevít ezen a világon. A két szemet, ha nézhetem, mint mesebeli álom. Csak azért szeretem a mesét, mert a két szemed új mese szép. Csak azért a te két szemedért, a te két ragyogó szemedért. Csak azért a te két szemedért, a te két ragyogó szemedért. Mit jelent ez a szó szerelem? Csak a bánat a két szemeden. Csak egy szó, csak egy vágy a te szíved után. Ezt jelenti a szó, tudom már. Csak egy szó, csak egy vágy a te szíved után. Ezt jelenti a szó, tudom már. Virágok. Melletted az édenkertben körbe-körbe járok. Ami felvidít, ami felhevít ezen a világon. A két szemet, ha nézhetem, mint mesebeli álom.
Csak azért szeretem a mesét, mert a két szemed új mese szép. Csak azért a te két szemedért, a te két ragyogó szemedért. Csak azért a te két szemedért, a te két ragyogó szemedért. Mit jelent ez a szó szerelem? Csak a bánat a két szemeden. Csak egy szó, csak egy vágy a te szíved után. Ezt jelenti a szó, tudom már. Csak egy szó, csak egy vágy a te szíved után. Ezt jelenti a szó, tudom már. Csak egy szó, csak egy vágy a te szíved után. Ezt jelenti a szó, tudom már. Csak egy szó, csak egy vágy a te szíved után. Ezt jelenti a szó, tudom már. Grinovics Anikóval beszélgettem az elmúlt percekben videóhívás segítségével. Korábbi adásainkat, hamarosan a mait is visszanézhetik YouTube csatornánkon, youtube.com/kívánságszolgálat. Biztatom önöket, iratkozzanak is fel erre a csatornára, így első kézből értesülhetnek a frissen feltöltött, megtekinthető videókról. Minden héten hétfőn, szerdán és pénteken 2:30-tól várom önöket új adással, itt a Heti TV képernyőjén. Az ismétlést vasárnap 13:15-től nézhetik meg. Ekkor a heti három műsort egymás után megszakítás nélkül levetítjük. Nézzük még a mai naphoz köthető évfordulókat. Ugye a sort már megnyitottuk az előbb, de vannak még fontos dátumok. 95 éve született Herskó János, Kossuth díjas és kétszeres Balázs Béla díjas filmrendező, egyetemi tanár, színész, forgatókönyvíró, és 75 éve látott napvilágot Takács Vera, Balázs Béla díjas tévészerkesztő rendező, munkáiból két cím, Süsi a sárkány és Vitéz László. Álljon itt egy újabb üzenet. Tárnoki Mátyásné Budapesten a következő felvétellel szeretné szebbé tenni otthon töltött mindennapjait, nagy szeretettel küldjük. Az Európai Unió nagydíjas mestercímbalmos Radics Sándort hallgatjuk, a felvétel címe Volt egyszer egy vadnyugat. Thank you.
Még feltétlenül kiemelnék két mai naphoz köthető évfordulót. 54 éve először szállt fel Boeing 737-100-as, minden idők egyik legnépszerűbb utasszállító repülőgépe, és 55 éve Sophia Loren színésznő házasságot kötött Carlo Pontival. Álljon itt egy újabb üzenet. Antal György Bálintnak tovább, vagyis több verses kötete jelent meg, egy pár vers megzenésítésre is sort került, amelyből Turay Kiss Mária vállalta az Itt születtem én című költeményt, és a következő felvételt Turay Kiss Mária küldi a szerzőnek gyógymódként. Mi is természetesen a legjobbakat kívánjuk. Itt születtem én, énekel Turay Kiss Mária. Itt születtem én is, szép Magyarországon. Nem könnyű az élet egy gyönyörű tájon. Kijutott én nékem minden rosszból balról. Nehéz lett a sor. Megromlott a lelkem, azt mondja a fáma. Nem tehettem azt meg, mit megtennék már ma. Küszködöm magammal, s az egész Itt születtem én is, Turay Kiss Mária tolmácsolta nekünk Antal György Bálint szerzeményét. Megyünk is tovább egy újabb üzenettel. Rácz Gézáné férjét, Rácz Gézát köszönti 27. házassági évfordulójuk alkalmából Szombathelyen. Nagyon sok boldogságot, sok-sok békés, közös évet kíván maguknak egészségben, szeretetben, és természetesen ezekhez a jó kívánságokhoz mi is csatlakozunk itt a Heti TV-ben. Meseautóba ülünk most, hiszen a Meseautó című felvétel következik Szávolovics Gabriella előadásában. Yeah.
Az imént látott felvétel Solton készült, nagy szeretettel köszöntjük Solti nézőinket is. Korábbi adásainkat visszanézhetik a hetitv.com oldalon is, itt görgessenek a honlap aljára is, már is ott találják megtekinthető videóinkat. Tartogatunk még egy üzenetet a hozzátartozó dalkéréssel a mai adásra. Horváth Mihályné Káposztás megyeren a saját kedvére kérte a következő felvételt, nagy szeretettel küldjük. Közreműködik Toki Balog Ernői zenekara, Smidélius Éva énekel, a dal címe Rózsabokorban jöttem a világra. Legközelebb is változatlan szeretettel várom Önöket. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!